Well, I told you they had a circus, and I meant it. Here it is, the Grand Circus. Clearly, it doesn't look like anything's happening here tonight. Oh, no, something's happening. I see people inside now. Maybe I'll come to this tomorrow. I'd love to check it out. I'm gonna see if I can find a schedule inside. Well, guess who's going? It wasn't a circus tonight. It's a big magic show, but they said this is the only night and they're not having another event for like a month, so I figured I might as well come. Akkor lesz egy olyan hosszú kötelem is, mint akarom.
És szeretném megkérdezni a hölgyet, miért mosolyog. Tehát itt van ez a három különböző hosszúságú gyökér. Van egy nagyon hosszú, van egy nagyon rövid, és milyen a harmadik? Nagyon közepes. Nagyon közepes. Tehát itt van ez a három nagyon kötelem. Van a nagyon hosszú, a nagyon közepes és a nagyon rövid. Figyelem! A nagyon hosszú, a nagyon közepes, a nagyon rövid. És most mindenki látja, hogy főleg a felnőttek és a gyerekek. Akkor lesz három egyforma, és ha valaki nem értette volna, kezdjük előről megmagyarázni. Én ma este néhány bűvésztől, hogy Szólis Mesternek az én koinom, de más is használja. Ez már mondta, ugye? És... Figyelj! Edinával fogunk játszani, mégpedig a következőt. Első kérdésem, megkérdezem tőled, Pábli, tudsz-e? Akkor vágj egy mosolygós arcot. Csinálj egy kis helyet. Akkor fogd meg vészikus a dollót. És itt ez a hosszú kötél, megkérem, hogy vágják két felé, a közönségtől pedig azt kérem, Hedinának sikerült a közepénél elvágni a kötelet, egy nagy tapsot adjunk neki, parancsolj! Hagy szóljon! Hát itt fönt sikerül, de lent nem. Fogd meg légy szíves és vágd el a hosszabbikat úgy, hogy egyformák legyenek. Igen, úgy megvan. Oké, megvan a két egyforma hosszú kötél. Tessék! A Dázsigé megdolgozni. Utána összeszedtek. Oké, tehát figyelj, de ha máskor valamit nem értesz, ne kikapcsolsz, hanem mondd azt, hogy mester, nem értem, kezdjük előről, és akkor kezdjük előről. Na figyelj! Itt van a hosszú kötél. Tudod követni a kötélnek a két végén? Na most figyelj, ha beteszem a zsebembe, meg tudod mondani, mi van a zsebemben? Hangosan a kötél végén, nincs is végén. Nincs vége! Mindjárt lecserélek két fiú. Figyelj! Ha egy ilyen hosszú könnyes karikám, akkor elkérem a forlót, ha iratod persze, most nehogy a főnök, és azt mondom, hogy nyisz-nyisz, akkor lesz egy hosszú kötel. És előbb-utóbb úgy is megkapod a vastagsot, tehát figyelj meg, hogy ha gyakorlod egy kicsit, sikerül a kötetnél elvállni. Emesete hol van jelenség? Emes sűzik, van a sűzik. Azt mondja, hoppá, és megállt, hogy gyere most vissza, és sikerült elvágni a közepéré, és újra jön van a kötél, újra van egy hosszú kötelünk itt is, van egy hosszú kötelünk itt is, hajolj meg téged a siker. Ha felemegyünk, azt kell egy, hangosabban, kettő, három, tovább, négy, hangosabban mindenki, öt, hat, hét, kilenc, kilenc és tíz karika. Hát ezzel a tíz karikusítését, ezzel a tessék, ezzel a tízte, Benedek, ne szórakozz velem, hány karika ez? Fogadjunk téged Benedeknek, de Benci, Bercinek így. Bencének, de azért életüket, figyelj! Tényleg 11, bocsánat. Hát, ha jó vendég, hogy gyere máskor is. Na, szóval, közelebb kell, hogy jöjjek, megpróbálom ezt jöjjön. Két vagy kettész? Elég lesz kettő? Egy, kettő, fogd meg. Egyik az egyik, másik van. Kész? Hányat kész? Hányat kész? Hányat kész? Hányat kész? Hányat kész? Hányat kész? Egy karika, két karika, három karika, fogd meg. Vezet tovább. Hányat kész? Ezt csak úgy hiszed. Azt mondja, hogy ne nézd! Drága barátom, te is kérdezik. Kiré van a tettes karika. Az egyiket adod a részletes a barátoknak. Egyébként az agy hátra kettő.
Hai Florisu, bine de tine. Hai Florisu, pune-mi la mută, dă pe cap soia. Most valakinek sikerült leteskorig a szélőbasztani a 50 000 forint jutalmaznak. Figyelem! A hármas valaki szétszedi 100 000-et. Tarlacitól. Oké, figyelem! Megmagyarázom. Azért vagyok, azért fizetek. Rázsit azért. Azt hiszem, hogy legjobb lesz, ha itt megállok, hogy mindenki lát engem. Nálad volt a hármas karika. Láttam, hogy neki indultál elég szépen. Ha valaki kap három karikát, automatikusan próbálja rángatni, nem azt kell. Össze kell hajtani, fiatalember, fogd meg a középsőt, mutassuk, hogy milyen egyszerű ez. Na most már csak a két szélső van összeadva. Ha kezdjétek érezni, hogy érdekes tudtát elmenni. Tehát onnan van a karika. Azt mondjuk, gyanakulva nézel. Hányat kész? Egy kettő, három. Parancsolj, hozzátok el három felé. Talán egyszerűbb a mutatom. Három karika van nálatok, három karika van nálam, figyelj! Fogd meg a középső karikát jobb kézzel, a másik a bal kézzel, és figyelj! Így. Azt akarom mondani, hogy a húzott életbe szét nem jön. Hajtsd össze a három karikát az előmutatva. A fiatal ember megfogja a középsőt, kiveszi, kiadja, marad a két szélső. Így. Ott van, sikerült. És ez is szép. És? Azt mondom. Hány karika van összeadva? 2-3. És? Megpróbálom a karikajátékot egyszerre a nézést bemutatni. Ha persze mondom a kezem. Figyelj, ezért a mozdulatért kell ezt a mutatványt körülbelül 20 évig gyakorolni. Aki gyereknek érzi magát, főleg aki szeretne a gyerekeket, összegyerek, álljon föl, és kívül is nem tudtok jönni, gyertek le ide a színpadra. Összegyerek, és jöjjön ide, aki szeretne a játékot. Összegyerek, hogy fölgyöri, gyertek nyugodtan le, megvárunk mindenki, gyertek körbe. Összegyerek, álljon ide szembe velem, aki szeretne a játékot, gyere ide szembe velem. Összegyerek, hogy szinte picit menjetek házni. Ez a szuper, nagyon jó, megvárunk mindenkit, amit nem kezdjük el. He invited all the kids down. Összegyerek, gyertek ide, ide középre, kicsit szorosabban egymáshoz. Gyertek ide középre, gyertek ide, ide le, több sorban. Gyere ide, gyere középre, gyere Balázska, gyere. Így oda gyertek, így segítek mindenkinek. Így, gyertek, megvárjuk a gyerekeket. Gyere, gyere. És ide csücsüljetek le, csücsülj le. Megvárjuk mindenkit, aki szeretne ajándékot, aki gyerkőc. Felnőttek is jöhetnek, akkor semmi probléma nincs vele. Ha szeretnél ajándékot, gyere gyorsan. Ez jó, megvárunk mindenkit, gyertek, csücsüljetek le. Ugye látom, mondom, 18 éves lányok is nyugodtan jöhetnek, nyugodtan. Jó, gyertek le, most oda gyertek ide, de figyelj, most tegye föl a kezét, aki bátor, mert szükségem lesz segítőre. Nagyon sok a bátor gyerek. Fönt is nyugodt a föld, tegyetek a kezeteket, aki bátor, hát ha legint lakodnak, várjál. Jó, tedd le a kezedet, most tegye föl a kezét, aki szép, vagy jó képű. Tehát lányok azért, mert szépnek, fiúk azért, mert jó képek, aki egyik kezét sem teszik fel, az szép és jó képű egyszerre. Olyan is van. Nem tudom, mi az, na mindegy. Jó, tedd le a kezedet, és utoljára nagyon figyelj, most csak azt tegye föl a kezét, de figyelj, csak az, nagyon kíváncsi leszel, még rakd a kezedet, lehet látni? Mert fogjátok, mert ahogy tűzbe kerül gyerekek, a tűzben láthatóvá válik, és a ti ajándékotok a tűzben rejtekezik, úgyhogy már nem sokára látni fogjátok, de előtte nézd meg, jó, hogy nagyon veszélyes, fogd meg, nézd meg, van benne valami, nyugodtan belenyúlkálhatsz,
Van benne? Jó, elég lesz! Jó, köszönöm szépen, add vissza így! Nagyon figyelj, itt van egy teljesen üres dolog. Földön megkapom! Jó! Na, ezt ide lerakjuk. Na most figyelj, ti szoktatok játszani? Igen! És ismeritek a játékokat? Igen! És ismeritek a szerencsejátékokat is? Nem! Ne viccelj már! Tényleg? Na mondjátok szerencsejátékokat! Lotto! Micsoda kaszinóban játsz? Jaj, de jó, várjál, rulett! Tényleg, itt lencsett nagyon! Na de, figyelj, mert a kalózok kedvenc szerencsejátékban itt van ebben a dobozban, nem tudom, tudják, megmutatom, a kalózok kedvenc szerencsejátékban nem más, mint a dobó, kocka, látok már dobó kockán? Jó, ezt a dobó kockát fogjuk eltüntetni, ott tüntessük el, láthatóan, avaj, az is nagyon nehéz, várjál, nagyon nehéz, figyelj. Megfő, kiveszünk a kockát, berakom ide a ládába, így. Lehet látni most a kockát? Biztos, hogy nem látom? Na, így tüntetem el láthatóan. De ez tényleg nem egy nagy varázslat? Most együtt eltüntetjük láthatatlan, de akkor mindenki segítsen nekem. Jó, mi lesz a feladat? Figyelj. Megfogom a kockát, visszarakom a helyére, és most mindenki velem együtt számoljon jó hangosan háromig. Ne? Számoljon. A kocka közben teljesen eltűnt. Ide rakod erre az oldalra, és most hol van? Másik oldalon van, de várjál, nézzük meg! Nézzük meg csak! Ne felejtsük el számolni. Három! És ez hihetetlen, nézd meg! De nincsen a másik oldalon. Itt van! Semmi akadály, megnézzük csak! Jó, de ne felejtsük el számolni. Három! És ezt bármilyen vissza meg tudom csinálni, nézd meg! Csoda! A másik oldalt nem mutattam, ott nincsen. Gyerekek! Most várja, összezavartatok tovább. Elfelejtettünk számolni, gyerekek. Ez számolás nélkül nem működik. Számoljuk! Egy, kettő, három. De ha kimondod a háromat, teljesen eltűnik a kocka. Kinyissam a másikat is! Jó, kinyitom a másikat is. És teljesen! Ezt az oldalt? Hát azt kinyitnám, de csak ha tudnátok négyig számolni. De nem tudtok. Tudtok négyig számolni? Egy, kettő, három, négy! Kimondod a négyet? Tudom, hogy ezt hihetetlen, de nem csak, hogy teljesen eltűnik a kocka, hanem visszavarázsolod ide. Na most lehet tapsolni velem! Tényleg egy varázslat, a bármi, nem tudom, hogy működik, de működik! Na, jön a következő varázslat tesszük. Most mit lehet csinálni egy lufival, ha felfújtuk ilyen nagyot? Kigurogtam én! Nagybár kigurogtam, csak szegy lehetne labdázni! Focizni, két óra adtani. Na jó, megígérem, hogy ez ilyen fékezett hangzású lufi. Két óra adtok, csak annyit mond, hogy puki. De én nagyon picit puki, úgyhogy nem kell megijedni, nem fog hangosan. Szóval, ha megnézzük, ha hoztam ezért keretet, mert rengeteg szer Balatonon csinálok, nagyon fúj a szél, de beszoktam rá, hogy elfúj a szél. Kicsit elresztülő, jó lesz. Na, megkötözöm. Most nagyon érdekes, figyelj. Lehet valami, hogy benne van a kendő? Hallod a kendőt? Melyik mondta, hogy nem? Mi? Lehet valami. Na jó, elég lesz, figyelj! Belerakom akkor ide, és most jöjjön az igazi varázslat. Kéne nekem egyik piros kendő. Köszönöm szépen. Az egyik piros kendő egyik csücskén. Van egy lúd, ide oldalra berakom. Ide. Egyik csücsön. Nem könnyű mutatvány, gyerekek! Így, lehet látni, hogy benne van? Másik kendő? Ez berakom a másikat, és tudod, mit találtam? Csináljuk egy olyan varázslaton. Hoztam magam egy gyönyörű szép gombos tűt. Háromra kidurantjuk a lufi, és azt szeretném, hogy képzeld, ha kidurantod a lufi, keletkezik egy kifelé irányuló rég áramlat, egy úgynevezett légcirkuláció. És azt szeretném, hogy a légcirkuláció belelévő kefe egy két kendőt, csomózzon egy a piros kendő egyik csücskére, meg a piros kendő másik csücskére, és hogy ezt elhiszitek el. És nekünk soha nem sikerült már! Mindegy, próbáljuk meg, hát ha sikerülni fog. Egy csücsön, még egy csücsön, gombos tű. Aki fél, az fogja be a fülén. Köszönöm.
Na üljele! Üljele! Aki még nem tudod, hogy üljön gyorsan! Te meg kérjél attól, hogy meg kétszer rólam. Üljele! 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 Well, I certainly didn't understand any of the language in there, but luckily you can go off of basic body language and crowd response and kind of figure out what's going on. So it's pretty cool.